Azt már egy régebbi videóban mondtam, hogy ugye a legtöbb szovjet laktanya közelében, amikor a kivonás után csináltak egy nagyobb gödöt, vagy hogyha volt gödör, akkor abba szórták bele azokat a dolgokat, amiket nem akartak elvinni, vagy a legtöbb szemetet, amiket nem akartak kidobni, vagy hogy elszállítsanak. És itt is találtunk egy ilyen nagyobb, hát ez inkább völgynek mondanám, mint gödörnek, nem? Inkább nagyobb völgyet, és jaj, közben meglássak. Itt is lehet látni, hogy tele van mindenféle szírszarral, konzervdoboz. Találtunk itt ilyen gránátokat, és hát rizsgálnak. Rizsovája. Ez milyen konzerv? Nem tudom, ha rizsovája. Aha, konzerveket. És ugye kedvencem a gyengén. Azok a régi üvegek. Ilyet már találtam ugye több helyen is előző részekbe. LTV erdei termékvállalat. Meg ilyen régi ampullák. Még van is bendik, bakker. Szóval nézzük meg tovább, mit rejt ez a völgy. Ja, jövök utána. Na? Tudod, műanyag, ez már nincsen. Az olyan, mint a zacskós pályunkat. És honnan veszed, hogy izé alkohol volt benne? Hát gondolom. Fogod meg? Beleszagolok hátam, hogy benne van. Alkohol be kell. Semmit nem érezni. Na. Semmi? Semmi. Hát elpárolgott az idők során, ez biztos. Szerintem az volt, hogy beálltak ide nagy billenős kocsikkal, aztán beleszórták a szemetet, nem? Mert itt azért kicsit több dolog van ahhoz, hogy pázsákat kihoztak volna. Ja. Szokásos ilyen polmos üvegek, USSR. Milyen mindenféle katonai, meg polgári cuccot is beadottak. Nem kellett nekik tányér. Ja, ilyet is találtam. Szokásos Szíria tányér. Na, nézzünk körül. Na, épp az előbb mondtam, hogy hátra találunk régi kólás üveget. Ú, de ez már nagyon nem van kopva. Pepsi. Mi? Az is. Aha, nem. Nem, valami nincsen, mutat. Ja. Rá is van írva. Aha, ez igen, igen. Pepsi Cola. Ugye a szovjetek is nagyban ittak ilyen kapitalista innivalókat. Tehát ott meg a másik, ha most láttam, hogy én is. Ez már fulla van kopva, de ez is Pepsi lehetett talán, vagy Coca-Cola, ki tudja. Cipők, konzervek, üvegek, bakancsok. Üvegvadászat. Gázmaszk. Azért odavág. Kicsit szét van nyúzva. Mint ha a Pripyatban lennék. Kukucs. Na, találtál valamit? Hát ilyen régi üzítős üveget. De miért? Találkozik valamit benne. Hogyha miért gyűjtök olyan, akkor itt van a gázmasznak a csöve lehet talán. Mit? Tár, Jöhet a gyűjteménybe. Milyen szépen megmaradt. Azt elott. 0,2, az mi? Ebben van az az. Ebben is van a... Mi az, ami gyógyszeres? Nem tudom, mi lehet. Lehet, hogy vegyimentesítő. Ez szép, ez szép üveg. Megy gyűjteménybe. Mint a csövesek, úgy nézünk ki. Nézd meg, mit találtam, gyere! Ezt nézd meg. Mi van ráírva? Igen, ezt néztem. Balatonboglári, és ott a másik fele. Beszarás! Ezt miért törtik szét ez a... Jó, francba. Balatonboglári. Bakker. Ilyet találnak még egyet. Pont ezt törik szét, persze. Szerintem direkt alá nem akartak kibaszni.
Mi az? Milyen naptéma? Orosz? Ó, ott is egy Pepsi, várjál! Ugye benn van. Ez már jobb állapotban. Ó, ez szép! Ez szép! Micsoda? Ja, egész szép. Gyújtónak a vége is itt. Az a baj, tiszta sár is. Megint nem hoztam zacskót. Jó, itt a gázállát. Ja. Micsoda? Nem mondod. Literes. Azt de szép. Igen, ilyen ilyeneket néztem, hogy egyszer ilyet találnék. Hú, azt kösz. Nem kell neked? Nem, de... Azt, ez nem semmi. De gyönyörű. Egy literes üveg. Ezt nézzétek, gyerekek. Ez múzeumban való. Tudom, mi az? Hú, bazzeg, ezért elrakom. És ez milyen szépen néz ki, ez a sztár. Azt a napi. Jó, gyönyörű. Mi? Itt egy ruha is. Jövök. Nagy egész tányér, ugye ez az a alaptányér, amit kaptak is. Tök jó átbólban, nézd meg. Akár még el is lehet vinni. Megtisztítod, még enni is lehet benne. Mutasd? Találtunk egy orosz... Ez milyen valami gyógyszeres ládaszer számos, vagy milyen láda lehetett? Mert ilyen rádiónak a dolog. Meg a teteje. Meg a gyári száma is rajta. Jaj, lehet, hogy mi rádió. Ilyet is nagyon sokat találtam az előző videókban. Ugye rá is van írva, hogy Made in USSR. Ugye, hogy a Szovjetunióba készült. Angolul is rá van írva, hogy ott az egy szovjet gyártmányű üveg. Ez azért is furcsa, mert ezt a fajta üveget a világ minden tájára exportálták. Ahogy az amerikaiaknak is. De közben pedig háborút vívtak egymással, ugye hidegháború időszakában. Közben pedig üvegekkel csöncseltek. Ezt nézzetek, mekkora csontot találtam, bakker. Ez ami ősember, mi ez dinoszaurusz csont, bakker. Gondolom valami vaddisznónak lehetett valamilyen. Itt van egy gyöngy. Úgyre szép, ilyet találtam az előző részben is. Gyöngy, ez szép, ez is majd egy gyűjteménybe. Lehet, hogy van valami. Valami parfüm lehetett, vagy mi? Aha. Még abban van is, meg kell szagolni. Az lehet ez? Ez a tetejét? Vedd le a tetejét, megszagoljuk. Vagy arcesz. Semmi szaga nincsen. Hát gondolom azért 20 pár év után már elmennek mi. Na itt vagyok még ugyanitt ebben a szemétdomnak nevezett völgybe. Igazából átjöttük a másik oldalra, és látszódik, hogy ez egy gyönyörű szép völgy volt régebben. Egy folyó is folyt, inkább pataknak nevezném. Hát én arra következtetek, hogy itt ittak a szovjetek, itt buliztak, itt beszélgettek, mert ez egy nagyon szép környék, és itt emlékeket is hagytak. Látjátok, még szíve is van neki. Ott is egy kis darab, ott is. Ott is szépen megfestették. Itt hagyták az emlékeket az utókornak. Nem, ott lent is van, ahogy látom. Kár, hogy így össze van szemetelve az egész. Gyönyörű szép helyen van. Egy kis völgy. Ott meg ott áll a kollega. Itt is egy nyom. Egy emlék. Kíváncsi vagyok, mit írhatott ide. 1988. Aki tud, olaszul az lefelődhetja. Itt is van oldalt. Ugye ezen a környéken a déli hadsereg csoport elég sok katonája volt kint. Telefestették a falakat. Azért falakat, sziklákat. Hát ennyi minden találni ezekben a szemétdomnak
szemétdomnak használt völgyekbe. Igazából a szétdobált üvegekből arra is következtettünk, hogy ez még akkor is működött, amikor itt voltak a szovjetek, mert úgy csinálhatták, hogy ide leálltak, és akkor beledobták a cuccot meg az üvegeket, azért vannak ennyire szerteszélyen meg széttörve. Hát ugye ők nem annyira törődtek a tisztasággal, főleg, hogy nem is a saját országuk volt, mert meg azért nem volt nekik erre annyira igényük. Kicsit igénytelenek voltak. Lehet, hogy ez egy ilyen sztereotípia, de általánosságban elmondható. Na hát ennyi mindent találtunk. Többségében magyar italokat. Egy sztárüveg, gyöngyi, de ez a legszebb fogás, egy literes Coca-Cola. Nagyon tetszik. Így ebből találtam régebben. Még kettő sztár, meg egy Pepsi. Ezekből már sok van meg ebből is. Hát ennyi volt legközelebb is, hogyha ilyen helyen járok, akkor keresgélek. Na, sziasztok!